tisztelt konferencia jelen előadás Betlen István 1918. december 1919. augusztus közötti tevékenységét foglalja össze. A polgári demokratikus forradalom Betlent Erdélyben éri, csak a román támadás nyomán november végén érkezik Marosvásárhelyről Budapestre, itt kapcsolódik be az országos politikai életbe. A forradalom teremtette fennálló rendszer tudomásul veszi elfogadja, annak jobboldali konzervatív ellenzéki szerepére vállalkozik. Elsősorban azért fogadja el, mert az integritás védelmét reméli a fönnálló kormánytól. Belpolitikában kezdettől súlyos vitái vannak Károlyi Mihályal, például a nagybirtok teljes felszámolását, célzó földreform, vagy a progresszív vagyonadó és más kérdésekben. Betlen több alkalommal is kísérletet tesz a jobboldali konzervatív erők, amelyek elsősorban Tisza István halála, Andrási emigrációja és Aponyi háttérbehúzódása után vezető nélkül maradtak, ezeknek az összefogására választási szövetség vagy pártszövetség formájában. Ez azonban a párton belüli torzsalkodások miatt nem sikerül. Így végül is független pártoktól független képviselőkből, politikusokból február 19-én létrehozza a Nemzeti Egyesülés pártját. Az alkotmányos szerep mellett ezen némileg túllépve igyekszik fölvenni a kapcsolatot az antant hatalmak képviselőivel. 19. januárjában memorandumot készít, melyhez 33 közismert politikus, tudós, művész, közéleti személyiség is csatlakozik. Ebben jelképes, kiserőkkel végrehajtott antant megszállást kérnek, amely záloga lehetne a kormányváltásnak, egy új választás kiírásának, ugyanakkor leállítaná a szerb, román, cseh további területfoglalásokat. A VIX-jegyzék benyújtását követően személyesen keresi fel VIX a megpróbálja meggyőzni arról, juttasson el üzenetet Párizsba, amennyiben Antant megszálló erők érkeznek Magyarországon, pozitív kibontakozás, polgári kormányzás várható, és Magyarország csatlakozik az Antantnak a Szovjet-Oroszország elleni intervenciójához, Amennyiben viszont érvénybe lép a VIX-jegyzék, bolsevik forradalom és szovjet-orosz szövetség várható. Betlen nem működik együtt, de tájékozódik a szélső jobboldal felé is, elsősorban a Move körül tömörülő tiszti politikusi körökben. A Move titkárát Gömbös Gyulát 1916-ban Erdében ismerte meg, és más személyi kapcsolata is vannak. A szervezett kalandor terveit katonai pucs és egyebek elutasítja, azt viszont támogatja, hogy nemzetérzelmű tisztekből, legénységből megbízható fegyveres erő szervezése történjék. Amikor február 22-én a movét feloszlatják, megbízza Gömbös Gyulát, hogy utazzon Bécsbe, és készítse elő egy forradalom ellenes emigrációs centrum létrehozását, mert számít a további barratolódásra. Március 21 én Betlen elhagyja Budapestet, Dénesfára megy, majd Bécsbe. Bécsben megszaporodik ekkor a magyar emigráns politikusok száma, de több egymással is vitázó csoport van jelen a császárvárosban. Betlen ezeknek a csoportoknak az egyesítésére, vagy legalábbis az együttműködés elérésére törekszik. A legitimista tábor, Szmrecsányi, György, Sigrai Antal, a függetlenségi pártiak, Batyányi Tivadar, Hédervári Lehel, a NEP politikusai, illetve a hozzájuk csapódó, elsősorban középosztálybeli katonatisztek, tisztviselők alkotják ezt a vegyes konglomerátumot. Ezekből április 12-én születik meg a Magyar Nemzeti Bizottság, vagy hétköznapi nevén az Antibolsevista Komité. Április elején a tanácskormány helyzete igen bizonytalan, arra is lehet számítani, hogy esetleg belső erőkkel megbuktatható. Bécsben ezért kormányalakítási tárgyalások, megbeszélések kezdődnek. Az egyik alternatíva, hogy a tanácskormányban szerepet nem vállaló Garami Ernő legyen a miniszterelnök. Garami azonban tiszta szociáldemokrata kormányt akar, amelyel Betlen nem ért egyet. A másik lehetőség, hogy Batyányi Tivadar a korábbi országgyűlés pártjaiból hoz létre koalíciós kormányt, ez Betlen támogatja annak ellenére, hogy Batyányi magát a nepet nem kívánja bevenni ebbe a koalícióba. Az Antant április 10-e körül felveszi a kapcsolatot tanácsköztársasággal, elsősorban a demarkációs vonal elfogadása, a fegyverszünet elfogadása kérdésében próbál tárgyalásokat folytatni vele. Betlen fél attól, hogy esetleg ezek a megbeszélések a tanácskormánynak legalábbis valamiféle közvetett elismerésével járnának, ezért felkeresi a bécsi brit és francia megbízottat képviselői révén, illetve memorandumot ír ismét az Antantnak. Mindezek a megnyilatkozások azt közvetítik, hogy a tanácskormányjal nem lehet hosszú távon együtt élni, a kommunizmus, forradalmi exportra törekszik, világforradalomra törekszik, tehát a megoldást kizárólagosan egyfajta Antant katonai jelenlét, egyfajta Antant intervenció jelenthetné. Amikor az Antant nem hajlandó francia vagy brit erőket intervenciós akcióba vinni, hanem helyette inkább a román haderőnek engedélyezi, a Magyarország elleni támadást, és április 16-án nyugat a Párcium, illetve a Tiszántúl irányába megindul a román haderő, Betlen világosan látja, hogy a románok célja nem elsősorban a tanácskormány megbuktatása, hanem további területfoglalás, ezért ismét memorandumban fordul az Antant hatalmakhoz, és feltárja előttük, hogy egy idegen katonai támadás csak erősíti a tanácsköztársaságot. Antant bevonulásra lenne szükség, akármilyen kicsi jelképes magyar erővel, ezt tudná a magyar társadalmat eltántorítani, elfordítani a tanácsköztársaságtól. Az antibolsevista komité egyik nagy problémája a pénz, az anyagi források hiánya. Betlen vezetésével pénzügyi tárgyalások kezdődnek a Rothschild bankházzal nagyobb összegű hitelfölvételére, hogy ebből finanszírozzák az emigrációs tevékenységet. Az osztrák kormány azonban tartózkodó a túlzottan aktív magyar ellenforradalmi centrummal szemben figyelmezteti a bankházat ne kössön szerződést a magyarokkal. A problémát egy sajátos megoldás kezeli végül a Move tisztjei, tisztviselői, más, az Antibolsevista Komité körül szerveződő tiszti csoportok, Belső segítséggel kirabolják a Bécsi Magyar követséget. Jelentős összeget, mint egy 135 millió koronát és 450 ezer svájci, illetve francia frankot zsákmányolnak. Ennek egy részét ugyan visszajuttatják a Bécsi rendőrfőkapitányságnak, hogy leálljon az ezzel kapcsolatos nyomozás, de így is jut pénz az emigrációs tevékenység, a különböző ellenforradalmi centrumok, még a budapesti és a szegedi finanszírozására is. Az Antibolsevista Komité egyik csoportja, a szmrecsányi sigrai antal Palavicsinyi györgy vezette csoport, akciót, látványos akciót szeretne indítani a Tanácsköztársaság ellen, jelezvén, hogy a tanácskormány milyen gyenge, illetve ezeknek az uraknak a birtokai többnyire Nyugat-Magyarországon van, tehát saját birtokaik felszabadítása is a fejükben jár. Betlen ellenzi ezt a kiserőkkel végrehajtott előkészítetlen katonai akciót, még a bécsi brit főmegbizotta Thomas cunningham is megkéri, hogy próbálja lebeszélni erről smrecsányékat, ez azonban nem sikerül. Az akció kudarcba fullad, a bécsi rendőrség, illetve a bécsi kormány pedig erélyesebben lép föl a magyar ellenforradalmi centrum ellen. Szmrecsányi Györgyöt például kitiltják Bécsből. Közben Szegeden és Aradon is ellenforradalmi központ szerveződik. Szegeden a Bécsből Szegedre érkező Gömbös Gyula és a helyi főispán Kelemen Béla vezetésével egy helyi komité jön létre, Aradon pedig Károlyi Gyula körül egy nemzeti kormány szerveződik. Az nyilvánvaló, hogy három magyar politikai centrummal az Antant semmilyen tárgyalásokat nem fog folytatni, ezért Károly elhatározza, hogy Szegedre utazik a kormányával és egyesül a szegedi erőkkel. Vannak viták a szegediek és aradiak között, egyben azonban egyetértenek, hogy a bécsi emigrációs központot tekintik vezető szervnek. Károlyi maga fölajánlja a külügyminiszteri posztot Betlen Istvánnak, de megüzeni, hogyha Betlen ezt nem fogadja el, akár a miniszterelnöki posztot is kész átadni. Grasz Gusztávot pedig, mint pénzügyminisztert várják az új szegedi kormányba. Közben azonban kiderül, hogy a bécsi kormányzat nem tűrné el, hogy az antibolsevista komité emigráns kormányán nyilvánítsa magát, az osztrák kancellár maga Kárn Renner közli ezt a magyar emigráció vezetőivel, így a komité egy proklamációt ad ki május 14-én, amelyben ő maga ismeri el az Egyesülő Kár féle kormányt, az Aradiak és a Szegediek közös kormányát, és ennek a támogatására szólítja fel az ország lakosságát. Betlen végül Bécsben marad, mert világosan látja, hogy a Szegedet megszálló franciák igen szűkre szabják majd a károlyi kormány mozgásterét, főleg nemzetközi téren. Betlen nem akar elszakadni a brit vagy az amerikai kapcsolatoktól. Helyette Teleki Pál utazik Szegedre, ő foglalja el a külügyminiszteri posztot, Gömbös pedig hadügyminiszteri államtitkár lesz. 1919. május 29-én a megalakuló Károlyi kormány egy kormánynyilatkozatot ad ki, amelyet eljuttat Londonba, amelyben megígéri előre a békekonferencia döntésének az elfogadását, amennyiben a magyar álláspontot is ki lehet fejteni. A levelet Bécsbe vivő Esmitz Bartlett megáll Bécsben, és Le Betrennel is aláíratja ezt a dokumentumot, mert úgy gondolja, hogy Károinál is tekintélyesebb magyar politikus, akivel a londoni illetékesek is talán szót értenek. Az antibolsevista komité egyik legjelentősebb tevékenység a propaganda tevékenység. Már március végén, április elején Gömbös Gyula igyekszik lapot indítani Bécsben, Magyar Futár címmel. Ez a lap hamarosan megszűnik, de röplapokat, egyéb sajtóközleményeket nagy számban ad ki az antibolsevista komité. Ebben segítségére van a Bécsi Keresztény Szocialista Rejzpost szerkesztője is. Végül újsághoz is jut a komité, mégpedig úgy, hogy a budapesti Pester Lloyd Bécsi kiadásának a szerkesztését a Lloyd főszerkesztője átengedi a komiténak. Ezen kívül nyugati, svájci, amerikai és angol lapokban is publikálnak. Céljuk elsősorban a tanácsköztársaság terrorjának a bemutatása, tehát annak az esetleges lehetőségnek a kizárása, hogy a nyugat elismerje a tanácskormányt. A propaganda tevékenység mellett a másik legfontosabb munka a katonai jellegű tevékenység, elsősorban a toborzás. Bécs nagyvárosaiban toborzóirodák működnek, toborzó tisztek utaznak azokra a hadifogoly fogadóállomásokra, melyek az orosz hadifoglyokat, hazatérő orosz hadifoglyokat lengyel, a hazatérő olasz hadifoglyokat osztrák és német területen várják, és igyekszenek rábeszélni a nemzetérzelmű tiszteket és legénységet, hogy csatlakozzanak a nemzeti haderőhöz. A személyi toborzás mellett Betlen a szegedi kormány megbízásából nagy mennyiségű hadianyagot vásárol. Nem csak kézi fegyvereket, gépkocsikat, repülőgépeket, amelyeket kisebb mértékben Felbachba juttatnak el, ahol Lehár Antal vezetésével egy néhány százfős ellenforradalmi haderő gyűlt össze, illetve Szegedre a Horti Miklós vezette Nemzeti Hadseregnek, a többsége pedig titkos raktárakban várja az alkalmat, hogy a magyar haderő átvehesse. A komitének jó kapcsolatai vannak a Vörös Hadsereg magasabb parancsnokságain szolgáló tisztekkel, és ezeket a tiszteket e, sikerül rábírni arra, hogy támogassák tevékenyen is az ellenforradalom munkáját. Így jut el a 19. júliusi tiszai támadás haditerve Bécsbe, a komité átadja az Antantnak, ki pedig majd, vagy amely pedig majd a románoknak is tovább küldi. Még egy nagyon fontos katonai jellegű intézkedése, lobby tevékenysége van Betlennek, mivel a franciák nem engedik a nemzeti haderő létszámát szabadon növelni Szegeden, és nem adnak át számukra kellő mennyiségű fegyvert, ezért Horti Miklós elképzelése az, hogy átvonul a dél túlra, ott még toborzással növeli a létszámot, és ott indul, vagy onnan indul Budapest ellen. Hogy ezt támogassa az Antant, ebben az ügyben a Bécsi Francia, a Bécsi Olasz és a Bécsi Brit főmegbizottal is tárgyal Betlen. A tanácsköztársaság Vörös Hadseregének sikeres felvidéki hadjárata után a Békekonferencia kilátásba helyezi a tanácskormány esetleges meghívását, illetve azt, hogy a román megszállók kiürítik a Tiszántult, amennyiben a vörös hadsereg kivonul a felvidékről. Betlen, amikor értesül erről, azonnal fellép a brit főmegbizotton keresztül memorandumot juttat el Párizsban, amelyben azt kéri, hogy ha a románok valóban kiürítik a tiszántult, azt ne újra a vörös hadsereg szája meg, ne legyen újabb kommun vagy diktatúra ezen a területen, hanem bízzák ennek a területnek az igazgatását a szegedi kormányra. Az Antant azonban egyre bizalmatlanabb Károlyi Gyulával, akit ókonzervatívnak és német barátnak tart. Az Antant nyomására július 12-én kormányváltásra kerül sor. Ábrahám Dezső alakít új kormányt, ennek a kormánynak az összetétele kevésbé felel meg Betlen elképzeléseinek, de Betlen és Teleki megtartja a posztját az új kormányban is. Betlen a nyilvános szereplésektől háttérbe húzódik, ebben szerepet játszik az is, hogy a bécsi kormányzat nem kedveli a magyar ellenforradalom körüli nagy zajt, nagy felhajtást. A háttérből a színfalak mögül viszont széleskörű kapcsolatrendszert igyekszik kiépíteni. Mivel a franciák támogatására magyar ügyekben nem nagyon lehet számítani, a holland és az Egyesült Államok kormányához fordul, hogy az Erdélyben zajló román atrocitások ellen lépjenek föl ezek az államok. Ugyancsak közreműködik abban, hogy a Jugoszláviával és a csehszlovák állammal elégedetlen horvát, szlovák és csehországi német politikusokkal valamiféle megegyezésre, együttműködésre, egymás támogatására jusson. Ilyen típusú bizalmas tárgyalásokat folytatnak. Bár az Ábrahám kormányjal nincs olyan bensőséges viszonya, mint a Károlyi kormányjal, vállalja a július 18-i memorandum Londonba továbbítását, amelynek a lényege az, hogy hajlandó a magyar kormány nem csak politikailag, hanem katonailag is együttműködni az Antantal. Általános választást fog kiírni a tanácskormány bukását követően, és alkotmányos berendezkedést alakít ki, amennyiben az Antant lehetővé teszi számára, hogy a békekonferencián elmondja a véleményét. Ebben az esetben még akár a magyar haderő bármilyen kis létszámú is, de részt Kíván venni, részt tudna venni a Budapest, a budapesti kommun elleni háborúban. Július közepén a tanácskormány helyzete megrendül. Egyre többet tárgyalnak már belső erők is egy átmeneti kormány létrehozásáról. Ebben az időszakban a Bécsi Magyar Követséget Bőm Vilmos veszi át, aki fölkeresi a Bécsi Brit főmegbizottat, és vele folytat megbeszéléseket arról, hogy az Antant milyen átmeneti kormányt fogadna el. Amikor erről Betlen értesül, érzi a veszélyt, hogy esetleg megint valamiféle szociáldemokrata konstellációval egyezik ki az Antant, ezért bekapcsolódik a tárgyalásokba, és ellenjavaslatként azt kínálja, hogy olyan koalíciós kormány alakuljon, amelynek egyharmada polgári erőkből, egyharmada gazda közösség egyharmada pedig a munkásság köréből, a szociáldemokrácia köréből toborzódna. Ezt a megoldást bőmel utasítja. A Budapestre frissen kinevezett tábornoki bizottság vezetője, Gorton tábornok augusztus 4-én azt a megoldást javasolja, hogy az ekkora már létrejött, megalakult szociáldemokrata Pejlgyula kormányba két szegedi polgári politikus lépjen be, így jöjjön létre egy szélesebb koalíció. Betlen azonban ezt nem találja megfelelőnek, ő mindenképpen polgári többségű kormányt szeretne. Augusztus 4-én kerül sor az Antibolsevista Komité utolsó ülésére. Ezen jelen van minden számottevő emigrációs politikus, aki Ausztriában tartózkodik. Smercsány és Sigrai katonai akciót sürget az Antantal való egyeztetés nélkül legalább Nyugat-Magyarország megszállására, elfoglalására. Betlen a helyi sikerek helyett a budapesti kormányváltást tartja fontosabbnak, hogy egy polgári többségű kormány alakuljon, ezért a tárgyalások folytatását támogatja, javasolja. Az októbristák a függetlenségi pártiak részéről jelenlévő lovászi a kivárás mellett szavaz. A vitát néhány nappal később a történelem dönti el vagy lépi át. Habsburg József Ágost királyi herceg Augusztus 7-én kormányzóvá nyilvánítja magát, és hivatalosan is kinevezi Friedrich Istvánt miniszterelnöknek, aki előző nap néhány tucat fegyveressel megbuktatta a fére kormányt. Az Antibolsevista Komité működése okafogyottá válik, maga Betlen is augusztus 9-én hazatér Budapestre. Összefoglalóan Betlen nem volt ellenforradalmár a szó forradalmár értelmében. A forradalom ellenes tevékenysége az alkotmányos viszonyok helyreállítását célozta. Elutasította a radikális lépéseket, törekvéseket, helyette fontosabbnak tartotta a tanácskormány elleni propaganda folytatását, a nemzetközi tényezők megnyerését, a Szegeden megalakuló magyar nemzeti kormány kormányok, és az Antant közötti közvetítést, és a katonai felkészülés elősegítését, toborzással, hadi anyaggyűjtéssel. Mindeközben három fő szempont vezérelte. Egyrészt az ország területének minél nagyobb részét megőrizni, vagy ha lehet fölszabadítani. Az Antant tényezőket megnyerni nem pusztán a tanácsköztársaság megdöntéséig, hanem hosszabb távú együttműködésre itt elsősorban a brittekre gondolt. És végül a jobboldali konzervatív erők összefogása és belőlük egy stabil, hosszú távon hatalmat gyakorolni képes kormány létrehozása. Köszönöm a figyelmet!